Hidi tehát, egyedül Szivacski, aki nincs elől. Hidi, jól száll középre, ott a csúsztatás, gól! A 86. percben megfordítja a mérkőzést, a Vasas megint Urblik. Egy ragyogó távoli lövés, most pedig egy szabadrugás követően egy csúsztatás. Ez nagyon komoly elégtétel Urblik számára. Kettő egy. És nem is volt annyi helyzete ezen a mérkőzésen, nem volt lesz, mint láthatjuk a visszajátszásból. És a ragyogó ez a csúsztatás, nincs esélye Markeknek. Mire kapaszkodik, mire elindul, addigra a labda már a hálóban. A harmadik gólja Urbliknak, és ez most három pontot ér, ha így marad.